A magyar női kézilabda válogatott 13 év után jutott ki ismét az olimpiai játékokra. A csapat már Tokióban van, készülnek a lányok az ötkarikás játékok rajtjára. Stábunk még siofokon a felkészülés vége felé meglátogatta a győrieket, és megkérdezte őket a felkészülésről és a tokiói esélyekről. Zoli, hát az olimpiai felkészülés a végéhez érkezik, hiszen most már nem sokára utazik a csapat Tokióba, ott pedig kezdődnek a mérkőzések, az utolsó hangolások vannak. Milyen a csapat fizikai állapota, hiszen ezért egyrészt te is felelős vagy ezért. Én nyilván nem nagyon szeretném dicsérni a munkámat, de én azt gondolom, hogy az a, az a tervezett munka, amit előre... Átbeszéltünk, azt sikerült megvalósítani. Ugye három különböző szintéren folytattuk a felkészülést, és mind a három helyszínnek különböző célt adtunk ki. Most itt az utolsó résznek az erőfejlesztés volt a feladat, tehát ezen a héten négy erőfejlesztő foglalkozást tudtunk csinálni, és két regenerációt, ami ismételten az erőfejlesztés szolgálta egy picikét. Én azt gondolom, hogy abszolút elégedettek lehetünk a lányok hozzáállásával, az elért eredményekkel. Ugye minden Excel táblázatban meg tehát az egyéni fejlődések, mint, mint, a futóprogramban, mint a, mint a az egyes gyakorlatoknál. Úgyhogy én, én, én várom a kis tokiói kirándulásunkat. Láttatok közelről más részvőket is, hiszen a Montenegró és a brazil válogatottal is megmérkőztetek. Szakmai szempontból, a te szempontodból, a szempontból, hogy látod más csapatok részét és a, és a magyar válogatottnak a, a, a lehetőségét? Ezért is vagyok egy picit bizakodom, mert uh, ugye nem készültünk egyik mérkőzésre sem, tehát magára a felkészülés egyes része volt uh, csupán a mérkőzés, tehát abszolút nem pihentettünk, hanem egy nagyon kemény munkából érkeztünk, és én, én, én úgy érzem, hogy uh, ezen a szintéren is szerintem egy két csapat fölé tudtunk nőni ezen a területen is. Győriként veszel részt az olimpián, azért neked a nagy világesemények nem újdonság, hiszen labdarúgó ebén is tudtál annól részt venni, a világbajnokságon, szintén Japánban. Egy olimpia azonban mégis azt mondják olimpia, hogy mit jelent neked az olimpia, és mit jelent az, hogy győriként ott lehetsz a magyar válogatott tagjaként? Először is ugye első bálozós vagyok az olimpiák tekintetében, tehát nekem ez lesz az első olimpiám, és vélhetőleg azt gondolom a koromból adódóan talán az utolsó is. Nyilván a, a, a szakmának valahol ez is az egyik csúcsa. Én, én úgy próbálom meg ezt, a, ezt az olimpiát, hogy ez egy ez egy szakmai kirándulás lesz, ahol, ahol ugye a, a nagy konditeremben fogok találkozni az összes sportoló, tehát nem csak kézilabdásokkal, hanem mindennel. Tehát igazából jegyzetőmbel és fényképezőgéppel fogok menni, tehát én ezt egy tanulásnak is fogom felfogni. Remélhetőleg nagyon sok hasznos tapasztalatot tudok hazahozni, és nyilván ezt a tapasztalatot elsősorban a, az ETO felkészülésében és az ETO jobb átételére szeretném fordítani. Holna Zoltán, mivel lenne elégedett a Tokyo Olimpia végeztével egyénileg? Én azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon minimális elvárás mindenki részéről, hogy szeretnénk tovább jutni a csoportból. Amit úgy megjegyzem, nem lesz egy egy egyszerű feladat, de én azt gondolom, hogy ha csoportból tovább megyünk, és mondjuk a keresztjátéknál a norvégokat valahogy sikerülni elkerülni, akkor, akkor, akkor ennél még egy szebb eredményt is. De én azt gondolom, hogy a nyolcba várom magunkat, ott pedig minden egyes pozitív lépcső az az, az élettől egy nagy ajándék lenne.